A mesefalat bővítik a barátság óvodában, zöld füvet festenek a kocsi mellé, készen van a kék ég és a hőlégballon is repül már. Ez a szürke betonoszlop közlekedési lámpaként született újjá. A mesedizájn falnak az elkészítése fontos olyan szempontból, hogy a gyerekeknek a kommunikációs készségét javítja, a képzeletüknek, a fantáziáknak a szabad áramlását elősegíti, fejleszti. Ezen kívül fel lehet használni a téma szerint most az utóbbi három területen a közlekedés témáját festettük fel, és itt lesz majd elhelyezve egy zebra is, amit fel fognak festeni, és ezáltal a közlekedési szabályokat is tudjuk gyakorolni a gyerekekkel. Víz, villany, fűtés az óvodákban a nyári leállás alatt végzik el a szükséges felújítási, karbantartási munkákat a GAMESZ szakemberei. A játékok tavaszi felülvizsgálata után derült ki, hol és mit kell megjavítani. Az udvaron használódik el a legtöbb eszköz, a helyreállításuk a baleset megelőzést szolgálja. A felújításokat külső kivitelezők mellett a GAMESZ karbantartó csoportja is végzi. A háttérben is, a barátság óvodában a homokozót újítjuk fel. Le kellett bontani, és egy teljesen vadi új homokozó kerül építésre. Ezt mi végezzük. Nagyobb felújítás idén nem történik. Itt például a kerítést festették le. A GAMESZ az óvodai igények alapján osztja be, hogy mi a legfontosabb feladat az óvodákban. A pénz, forrás az főként az előző évi pénzmaradványból van, meg a bizottsági pénz idén 30 millió forint volt a 18 óvodából. Ebből valósult meg a tisztasági festés is. Ebben a csoportszobában csak a mesefigurák maradtak meg az egyik falon. A barátság ovi redőnyeit részben felújították, részben kicserélték, és minden ablakra szúnyogháló került.